Az MLS megyei igazgatósága az elmúlt évben rendezte meg először a Magyar Kupa megyei döntőjét, amelyet a Rakamaz nyert a Sényű ellen. Ebben az évben már két elődöntőt is játszottak a csapatok, a fináléban pedig a két győztes, a Balkány és a Baktalóránt háza találkozott. Szerda este a Nyíregyházi Városi Stadionban rendezett mérkőzésen az első félidőben nem született gól, a második játékrészben viszont Somogyi kétszer is betalált a baktai kapuba, mellette Kálai és Bogdanovics is eredményes volt, így a Balkány 4-0-ás győzelemmel ünnepelhette kupa sikerét. Az első félidőben nagyon jól játszott a Bakta, tehát az első fél időben akár ők is vezethettek volna, aztán a másodikban én úgy gondolom, hogy már azért föléjük nőttünk, erőbe is, játékba is, és hát a gólok számába is, hát azt gondolom, hogy ez a 4-0, ez reális a második fél idő alapján. A Baktalóránt ház edzője szerint, mivel játékosai már nem edzenek, a második fél időben kiütközött a két csapat közötti erőnlétbeli különbség. Úgy gondolom, hogy nem játszottunk egy rossz meccset, az első fél időben jóval több lehetőséget dolgoztunk ki, ott meg kellett volna önünk legalább vagy egy-két lehetőséget, akkor másképp alakultott volna ez a mérkőzés. Második fél időben azért vártam azt, hogy kicsit el fogunk fáradni, sajnos nem voltak minőségi cserénk, hogy tudjunk frissíteni, ott felőrölt bennünket a Balkán is teljesen megérdemelten nyert. A megyei első osztályban 28 találata a gólkirályi címet szerző Bogdanovics Igor a kupadöntőben is betalált az ellenfél kapujába. A csapatkapitány szerint szinte tökéletes szezon zárt a Balkány. Nagyon egység volt ez a csapat, több dolog is volt benne, ami sikerült úgy egyesség, vagy egybe ki tudna teljesítmény kivenni belőlünk a csapatba. Egyszer minden ember, aki focizik ebbe a csapatba, jó játékos, más dolog, minden egyes ember jó ember. Ezen kívül vannak a szurkolók, ezen kívül vannak a klubvezetők, városvezetők, aki mögöttünk áll. Hát egyszerű van az életben egy ilyen, hogy egy ilyen mozaik úgy áll, hogy ezer dologból áll egy komoly történet, egy komoly vár, és ez mind együtt összeszedjünk, összeosztunk, úgy jött ki, hogy Balkán megnyerte minden, ami lehetett ebben az évben. A kupadöntővel a pályán véget ért a megyei futballszezon. Hivatalosan pénteken a megyeházán a hagyományos díjátadó ünnepséggel zárul majd a 2016-2017-es bajnoki évad.